Egy különleges előadásról adunk most hírt, de nem véletlenül, kérem, úgy figyeljenek, hogy a TEA Nézői Klub következő klubnapját ezen a színházi előadáson tölti, úgyhogy már most mindenkinek mondom, régi klubtagjainknak és új klubtagjainknak, hogy mindaz, amiről most hallanak, az a következő klubnapon élő valóság lesz, színházba megyünk, és utána jön a szokásos beszélgetés, egy kicsi finomságevés, a születésnaposok megköszöntése, de a fő attrakció az a színdarab lesz, amiről most fogok beszélgetni vendégeimmel, és nagyon-nagyon köszönöm Pálos Zsuzsa művésznőnek, hogy elfogadta meghívásunkat, hiszen ő a darab rendezője. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Bardóczi Attila művész urat, aki pedig a darab szereplője. Örülök, hogy itt vagytok. Köszönjük a meghívást. Egy olyan darabról beszélünk, ami teljesen friss. Két hónappal ezelőtt még nem is létezett. Ki mesél nekem a darab történetéről? Hát nagyon röviden, mert erről röviden, nem a darab hosszú, félreértés elkerülése véget, mert az cirka 70 perc, hanem a hozzávaló, vagy a hozzávezető út. Ugyanis rejtett üzenetek, szemüvegkel hozzá, titkok, dalok az 50-es évekből. Na most az 50-es évek, és ez a probléma a tartalomban, hogy annyira zilált volt, és ezt dolgozza fel Vajda Anikó ebben a színműben, három szereplővel, ami katasztrófa számomra, amivel felkértek rendezni, meg imádom őket, és akkor mondta, jaj, de jó, akkor csináljuk. Erkárpáti Péter, Paor Lilla és Attila. Ők a három szereplő. És van körülbelül 40 szerep, amit játszanak benne. Ugyanis végigvonul ez az 50-es éveken, a világháborútól 56 novembere, decemberével körülbelül záródik a történet. És hogy miért? Mert az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatja ezt a művet, ezt a rejtett üzeneteket, és megírta úgy a Vajda Anikó, hogy a korszakokat átölelve, de fazonokon, karaktereken, tragédiákon át. Na most ezek között, a karakterek között van pincér, zongori, egy bárba játszódik, egy ilyen, ilyen presszó bárba játszódik az alaptörténet, ami már ugye egy jó légkör, ahol mindenféle emberek vannak, és valóban játszanak bent a színpadon, megjelenik. Hát ugye a fő, két fő alak a pincér, aki mellett aztán még 20 másik figurát játszik, és van a zongorista, körülöttük játszódnak az események, és van egy hölgy, aki hol színésznő, hol öreg anyuka, hol titkárnő, akit elkap az ávó, hát annál retteltes jelenetek vannak, mit mondjak. Hát ahogy azt úgy szokták annak idején a Andrássy út aljába ott a Csihipuhit. Van benne, mit mondjak, ilyen cafranglány, Rózsi, amit ez mind a Lilla játsza, Paor Lilla egy csomó figurát játszik benne. Akkor ez egy jutalomjáték, hát a színészeknek. Például az Attila, mint pincér, olyan karaktert játszik, de nem, majd ő elmeséli, nem csak az én szám járjon. Szóval nagyon-nagyon izgalmas a dolog, mikor belefogtunk, én nem is gondoltam, hogy ez ilyen sokrétű, úgyhogy jelenleg gyötrődünk az átöltözésekkel, a kellékekkel, a helyszínekkel, hogy igaz legyen, vagy amikor nagyon jót írt, hanem hogy ez tényleg úgy zajlódjon, tényleg úgy hangozzon, tényleg az a, mit tudom én, van, hogy egy ilyen gigerlis vihákot játszik az Attila az egyikben, szia anya valamilyen volt, hát mondom, először is szia nem volt, és mivel egy ilyen svihákot játszik, legyen muter, és akkor nem szia, hanem kézcsók, muter, nem? Így jön be egy vagány, de rá kellett ezekre találni, mert meg egy dramaturg részén mindig kell, aki hát persze ebben az esetben akkor az is te voltál. Nagyon-nagyon izgi, de ezekből talán felsejlik, hogy izgalmas a dolog. Helyszín az rettenetesen fontos, és tulajdonképpen ez a dolog adta az ötletet, hogy elkészüljön ez a színdarab. A helyszín? Hát akkor áruljuk már el, hogy mi is ez. Tessék, a helyszín a Mátyásföldi Erzsébet ligetben van. A 40 éven keresztül itt volt a szovjet déli hadsereg csoport
főhadiszállása. Tehát ez az emlékünnepség pontosan ezen a helyszínen játszódik. És ezért Mátyásföldön van a bemutató. Hát ez tényleg nagyon érdekes. Meglettelek? Meg. Jaj, végre. Meg. Én még soha nem tudtalak volna. Nem tudtad? Nem. Akkor... Az összefüggés biztos, hogy nem. Jaj, akkor... Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Az Erzsébet Ligeti Színház, ugye ez a neve Mátyásföldön. A kulőr lokál meghatározza a darabnak is az előadás módját. Nagyon-nagyon háború utáni, nagyon rázós párt idő, ahogy beközeledik. A csengőfrászos. A csengőfrászos. A éjjel, Rákosi, meg hasonló időszakok, és amikor a 3x3-asokat, meg a mizének is kezdik beszervezni, vagy pedig az agymosásos idő, amikor a még kezelhető fiatalságot, mint például Attila, amiket játszik, átképezni, hogy teljesen ő igazi hithű kommunista legyen. Aztán történnek a mik? Az már tiéd. Szóval Attila, neked milyen közlekedésed van ezekhez az évekhez, akár a családból, talán személyesen, bár még picike volt? Személyesen nincs, mert bár elég idősnek látszom, még akkor nem éltem. De hát a családban azért ez rengeteget meséltek. Belvárosban laktunk, és hát emlékszem, a nagynéném mesélte, hogy ő jött az iskolából, körülbelül egy idős kislány volt a Zsuzsival, épp a babesélt a Zsuzsi is, hogy hogy volt ez náluk a Vörösmarty téren, és a nagynéném meg a múzeum körút felől, ugye még mint kislány ment el, hogy jaj, lőnek a Bródi Sándor utcán, ezt senki nem akarta neki elhinni. Tehát hogy is indult, és utána aztán ugye azok a tragikus fejezetek, meg nagyon szép képeket meséltek, hogy halottak napján, hogy mentek végig a Váci utcán, és minden ablakban ott volt egy gyertya. Ez a csendes, már ott volt ugye a tragédia előtti csend, és hogy pont ugye ez az egész esemény sor ott volt, halottak napja környékén, ez is egy olyan furcsa, igen, szimbolikus dolog. Igen. Na most akkor a figurák, Zsuzsi említette, hogy számos figurát kell játszanod, de gondolom, mint színésznek azért ez inkább öröm. Igen, öröm, de nagyon melós, munkás dolog, tehát nagyon technikás. Hál' Istennek Zsuzsa észnél van, és nagyon jókat mond nekünk, mert hogy hogyan válasszuk le a figurákat. Tehát mindegyik figurának megvan a saját alapigassága, saját alapkaraktere, saját alaptempója, saját habitusa. És a tragédiája. Igen, és hogy honnan, hova jut el, amit meg kell mutatni. És közben nagyon szapora szövegek is vannak, hát ugye van ilyen 2-3 perces jelenet kék zömmel, alig hosszabbak, azon belül meg kell tudni ezt mutatni, és úgy, hogy az előtte játszott figurától ez elváljon, tehát a nézőben egyértelmű legyen, hogy igen, ez egy másik, az egy harmadik. És akkor nagyon élvezetes lesz a dolog, nekünk ez a dolgunk, és hát ugye még van körülbelül egy hetünk, vagy még annyi sem? Hát egy bőhetünk. Bőhetünk van, hogy ezt hogy azért megcsináljuk, szóval egyelőre még nem ott tartunk, hogy élvezzük, bár biztos, hogy élvezni fogunk. Na, egy-két pillanat, de bocsánat, és ugye az a dallal, stb. Titkok. Hát ez lett volna a következő, hogy ahol egyrészt Attila megjelenik, ott biztos, hogy vannak dalok, meg hát az egész darabnak ez az íze, a sója, igen, a különleges korabeli dallamok. Így van, de Katyusa is van benne. Ja. Már nem a lövős Katyusa, hanem a tárára Katyusa is, csak a csigázás miatt mondom, hogy nem hagytunk ilyesmit se. De a hogy mondjam, a legismertebbek, muskátlis ablakok. Tudom, igen, én az is. Karádi dalok. Van néhány, na, de hát olyan áttettek, szóval olyan, hogy megszólalnak, és például a Hova tűnt a sok virág, az valami egészen más aperszűbe van rakva, annyira érdekes helyzetből egy anya, asszony, akit egy tragédia ér, kezdi énekelni, és az átmegy az Attila segítségével, az nyílt színen az anyából a darabban végigmenő művésznő veszi át a stafétát, ott átöltözteti tulajdonképpen szakasz közben az Attila, és akkor az ének egy egész más aspektust kap, és az a szakasz a nótában, ahogy ugye odaér a szöveg egy bizonyos pontra. Tehát nem a
szokásos módon, de ez nem azért, mert én ilyen rendezői izéket kitaláltam, hanem annyira érdekesen írta meg az Anikó a kapcsolódásokat, meg a zenei zenéket olyan érdekesen építette bele, hogy nem is lehet másképp megoldani. Tehát neki is van nyilván egy olyan képi látása, amit nekünk meg kell valósítani, és nem könnyű, de ez csak úgy a csigázás. Tehát a rendezőnek is jócskán van mit kitalálni össze. Hát van, persze, rendezgetem, de nagyon jó dalok vannak benne, ez a lényeg. Korabeli, természetesen, és még ami nagyon izgalmas, hogy hát eredeti hírek, rádió, bemondások, eredeti ezek a Szovjetunióért, meg az 5 éves tervér, és akkor közben más valamik zajlanak a színpadon, meg néha ellenpontozva, meg ki hogy hallgatja, azért, hogy a néző, amikor ugye ott ül a nézőtéren, ő is gondoljon valamit magába. Legyen a részese. Mert a fiataloknak azért, mert bizony ez így volt igaz, nem volt könnyű, nem volt egyszerű, pláne aki lelkileg nem azonosult ezekkel a dolgokkal, és mint kiderült a lakosságnak, igen nagy része nem azonosult ezekkel a úgynevezett elvekkel, de hát a helyzet úgy hozta, a darabban benne van az is, hogy miért volt szükséges vagy igazán, vagy látszólag azonosulni, amíg a történelem oda nem hajtotta őket, és ez pont Attilának a szerepét érinti, hogy egy agymosott, tiszta, boldog, vidám pincérelvtársat kezd játszani, és egy olyan rettenetesen meghasonult és tragédiába hajló figurát kell neki végül is ebből a kis happységből meg eljátszania, és úgy tűnik, hogy egyre, ahogy mazsolázzuk ki a mondatokat, hogy örömmel teszi, mint színész, bár néha elég borsózik az embernek a háta közbe. De hát ez is a feladata egy színdarabnak, a színésznek, a rendezőnek, egy kis tükörmutatás a társadalom felé. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. És kedves nézőink, tehát akkor a következő Te a Nézői Klub az Erzsébet-ligeti színházban lesz, 2 előadás lesz, mi majd délelőtt találkozunk, és utána meglepetésként még a művészekkel is lesz egy kis találkozó, ahol lehet kérdezni tőlük. Én azt kérem, hogy aki szeretne a klubra jönni, csak bejelentkezéssel, a szokásos műsor telefonszámon 0620 9 340 330, még egyszer 0620 9 340 330, és akik nálam regisztrálnak, azok jöhetnek erre a klubnapra, hiszen azért bizony itt is nagyon nagy érdeklődés lesz erre a színdarabra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönjük a meghívást, nagyon köszönjük.